tévében összekötöttem a videó felvevőt, és a videó felvevő képét mutatta a tévé, és a tévé képernyőjét vettem, tehát egy... Ezt magyarázom. Igen, és ugyanúgy az őskáosz összejött, a Yin-Yang nekem is bejött, tehát ugyanez kijött, valahol meg is angolul értem. Mert ezt már nagyon régen, sok évvel ezelőtt elmondtam már, ott volt a Nyíregyházán, elmeséltem, hogy miért ki, mit tudom. Lehet, hogy pont te miattat csináltam meg. Lehet, igen. Mert gondoltad, hogy na majd megnézzük, hogy tényleg kijön, hát kijön. Tehát nagyon sok érdekes dolgot csináltunk így, aztán utána leveleztünk egy németországi egyetemmel, akik ezzel foglalkoztak. És még valahol a videókazettájuk is megvan, amit akkor így ajándékba adtak nekünk, hogy ők is ezt kutatják is. Mink is adtunk nekik, meg ők is adtak nekünk kazettát. És erre föl az volt az érdekes, egy év múlva felhívtuk őket, hogy na, mire jutottak. Be voltak szarva, honnan tetszenek tudni erről a kutatásról, egy titkos NATO kutatás. De ők azt csinálták, ami nagyon érdekes volt, hogy 5 monitort raktak, 5 képernyőt, 5 kamerát, egyformát. Egyforma 5 kamera, egyforma 5 monitor, csak az első kamerának a képét a második monitorra rakták, a második kamera képét a harmadikra, a negyedik is itt tovább, elcsúsztatva egyel, és akkor az utolsó kamerának a képét meg az első monitorra. És mi lett belőle, elindították a folyamatot, mi lett belőle, egy ilyen hosszú csík, olyan volt, mint teljesen úgy nézett ki mikroszkóp alatt, sokszor láttam egy fűszál, és a fűszálban ilyen hosszú szállító sejtek vannak, abban sejtmagok. Pont úgy nézett ki. Még úgy hemzsegett is, mint a valóságban, mert a sejtmag az ott él, az ott mozog, az nem ám az, hogy ahogy a fényképernyőn látod, a valóságban más. Ezen is meg lehet nézni, azért van ide rakva a mikroszkóp, meg lehet nézni. Be lehet kapcsolni, valaki becsületesen nem rángatja, nem csapkodja, nem vizsgálja, megnézegetett fel, és ilyen drága mikroszkóphoz nem jutsz hozzá, de itt most meg lehet vele, te is megnézheted, vagy te is meg. Ott van, bedobjuk a konnektorba a lámpáját, föl van egy reflektorja, föl lehet kapcsolni, és akkor azzal világítunk, és kész. Ég a reflektor. Nem ég. Mert hogy innen nézve világít, az az érdekes, mert úgy esik le a fény. És az a lényeg, hogy te is nézhetsz fel, a távcsőbe is nézegethetsz, ha derült lesz az idő, este láttuk a Jupitert, láttuk nagyon szépen, de van Szaturnusz is, csak azt még nem találtuk meg. De megtaláltad? Magasan van. Nagyon magasan van. Aha. Hát majd megvárjuk, hogy ott lenni időn. De hát ez egy ilyen éjszaka bagoly dolog, tudod, mert a távcsövezés az már csak ilyen. A csillagász az éjszaka él, és nappal alszik, mert hát valamikor aludés kell, de nap éjszaka szokott távcsövezni, akkor lehet látni a csillagokat. E munkájához tartozik. Mint az éjjeli őr, az nem nappali őr, hanem éjjeli őr. Van nappali őr is, meg van éjjeli őr, és a éjjeli őr az éjjel. Vigyázz a dolgokra. Mi van neked? Feedback videó. Ez is egy feedback. Ez is egy ilyen időszakcsatolás, nekem önálló világot generálva valami ez. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ahhoz, hogy innen oda a monitorra kikerül, idő kell. Tehát míg átmegy az elektronikákon a kép, az egy kis időkésre. Ez is egy olyan időeltolás, mint a párhuzamos univerzumoknál. És azért lett belőle a katonai titkos kutatás. Persze. Én mindig beletalálok a Betlehem kellős közepébe, csak az a probléma, hogy aztán azt lenyújják, és engem meg ugye elfelejtenek megemlíteni. De nem azért vagyok, hogy engem dicsőítsél, hanem azért, hogy végre csináljunk valamit. Tehát, hogy kimozdítani ebből a posványból, ebből a pocsákból valahogy kilöndözni a bivajokat, akik ott jó beledagonyáztak, és hát megélnek ott benne, meg jól érzik magukat benne, de most már menni kellene szántani. Mert azért kapják a fizetést, hogy majd a bivajok, hogy szántanak. A bivajok meglepnek egy nagyobb tocsát, véged is van, szekkerül együtt behúznak, komolyan úgy behúznak, szekkerül együtt, nem szarakadnak, hát mennek szekkerül együtt be, hogy be vannak fogva, rohannak be a tocsába, véged van. Ha nem ugrasz a szekkerül, akkor elütnéz, lesik van csak.
Arra emlékszem, hogy jó pár kép volt, tehát mindig mondjuk egy figura ül, és akkor annak a sokszorosát, hogy mindig a következő képet láttuk. Igen, ám csak hogy egy darabig tartott, és utána megszűnt ugyanez a képmásolás, és akkor volt egy egészen más valami, és láttam egy ismeretterjesztőségnek is erről, és ott is ugyanaz volt, hogy egy darabig ismertődött ez a kép, mindig így kisebb, és a végén egy-egy egészen így mondjuk... Aztán a káosz zajt kezdte képviselni. Igen, például, igen. A kérdésem az, hogy mennyi kép, vagy időben, vagy képdarab átfutási idő kell, vagy mi az, aminek függvénye utána már ez? Nem tudom. Én mindig egy képsorozatot lehet látni, mindig, de nem kell hozzá ember, meg nem kell hozzá semmi. Igen. Nagyon más volt, érdekes, hogy volt egy ilyen kis lézer, hélium-neon lézerem, és hogyha azzal indítottam, akkor más képek keletkeztek, és volt egy ilyen mutogató cerka lézerecském, az egy félvezető lézer volt, az előző egy gázlézer, egy hélium-neon gázlézer. És volt egy ilyen cerka lézer, és hogyha azzal villantottam a képernyőn a sötétbe egyet, azzal el tudtam indítani ezt a folyamatot, és másképp csináltam akkor, hogyha félvezető lézerre csináltam, másképp csináltam, egy gyufát gyújtottam, másképp csináltam. Nagyon más. Tehát a kezdő momentumnak is volt jelentősége. Igazából, hogy mi az, hogy másképp csináltam, mondjuk ugyanazt a figurát beülteted, hogy ülsz a képet elindítod, egy ilyen sorozatnál. Nincs figura, nálunk nem volt. Minden. Valamit elindítasz, ami sorozatban van, hogyha legközelebb ugyanolyan kondíciókkal indítod az egészet, akkor is más a fejlett? Igen. Akkor is más. Mindig más volt, sosem ismételte magát. Mert hogy a káosz állandóan a változás állapotában van. Hiszen a világegyetemből érkező hullámok mindig változnak. És ez az a zaj, amit a gravitációs távcsővel érzékeltünk, ami szintén változik, de én csak a zajt mértem. Azt a zajt mértem, amit az elektronikából minden áram ki akartak söpörni, mert sistergett az erősítő, vagy valamilyen probléma volt. Búgott, sistergett, nem volt jó. De amikor ezt kiszülted, akkor jó volt. Tehát olyan ellenállásokat kezdtek csinálni, az addigiek, ez szénréteg ellenállások voltak, de a szén az nagyon zajos. És akkor csináltak fémréteg ellenállások, nagyon vékony fémrétegek, köszörültek rá ilyen spirált, és azzal állították, hogy milyen hosszú legyen ez az ellenállás húza, vagy a csík, és akkor azzal be lehetett állítani azt, hogy milyen legyen az ellenállása, és elektronos ellenállása, és ez a lényeg, hogy én azt az zajt kezdtem el vizsgálni, ami a világegyetemből érkezik, és először csak örültem, hogy irányérzékenyet tudtam csinálni, mert senki nem tud ilyen irányérzékenyet csinálni. Tehát nekünk ezerfokot mér a szögmérünk. Tehát egy fok eltérésre 1000 jelet van. Egy fordulatra 360 ezer impulzust ad ez a szögmérő. Ez egy nagyon drága, most nem kapnád meg 2 millió szögmérőket. Tehát nagyon drága 2 szögmérő, és ez a 2 optikai szögmérő volt az, amivel mértünk, az csak arra volt, hogy merre a távcső, és akkor azt mérte, és működött a dolog, és aztán a maga a mérőfej az nem volt ilyen jó, mert a legjobb mérőfej 100 fok körül volt, körülbelül az 50%-a, azt jelenti, hogy a harangörbélye 50%-a 100 fok körül volt, az már nem rossz, mert elég jó 50 pixelre el tudtam mondani a holdat. Hát 52 pontra el tudtam mondani a holdat, akkor már lehet látni, hogy mi van benne egy kicsit. Még nem nagyon részletesen, de már azért lehet látni a napot is, csak a napnak olyan erős jele van, hogy pofámban úgy a távcsövet, hogy utána káprázott a szemesokáig. Tehát nem szerette a napot, nagyon erős volt neki a jel, de aztán mérgett a napot, és itt van a távcső. Ez a távcső. Otthon, az a fekete ott a szögmérő. Van ilyen, ott az a szögmérő, igen, az a fekete, és az a szürke vécécső, abban van benne a mérőfej. Legyen kozet lefolyott cső. A szegény ember vízzel főz. Hát csináltak tartott volna arra a csövet is, csak az drága. Nekem a kozet cső is tök jó volt, mert csak egy cső kellett. De árnyékolás van, többszörös árnyékolás, tehát hogy a rádiózajokat ne érzékelje. Többszörös árnyékolás van, és
igazából csak a gravitációs zajt érzékelni, mert a gravitáció rezgésbe hozza az összes atomot, mert ugye a gravitáció nem egy statikus valami, hanem egy hullámvilág. A hullámvilág az azt jelenti, hogy miért nyomul állandóan. És ez a hullámvilág, ez nagyon sűrű, nem egy ilyen nagyon ritkás, az, amit hisznek, hogy ilyen kilométer hosszúsági hullámhosszú, Weber azt itt, de van olyan komponense is, de jó felelődött el, aztán belebonyolódtak ebbe, mert a Michelson-Morley kísérletet akarták megcsinálni, de nem nagyon jól. Túl bonyolult, ezt fényen csinálták, én nem fényen csináltam. Én az én mérőfején 50-55 centi hosszúan csináltam ilyen nagyot is, az még irányérzékenyebb. Az jó, csak nem fél alatt is, és van ott egy ilyen kis szobácskám fent a padláson, és a kis szobácskában nem tud, nem tud vele megfordulni a tárcső. Nem fél el, nagyon hosszú a mérőfény. De majd egyszer lesz, akkor magulom, hogy megfordítjuk, és akkor mérjük vele. Volt ez a mérőfej bent az ELT-n. Volt benne az ELT-n, és ott is nem érték, és működött. És nem csak a csillagászati objektumokat, hanem még a már előtte mászkáló embereket is látjuk. Tehát lehet, hogy egy kis fejlesztéssel meg lehetne bőle csinálni egy olyan nem invazív módszerű eszközt, letapogató eszközt, amivel olyan, mint a CT, de ez nem invazív, itt semmit nem tud bevenni, kitenni, semmi káros nem jön ki belőle, mert ez nem bonyolultabb és nem károsabb, mint egy töltőszerúzó. És akkor már sugárzás jól, szóval nem veszélyesebb semmivel, mint hogyha egy szerúzát így lesz a fejlő rá. Most abban milyen nagy láttál veszélyt, de nem, hogy egy vonózó. Semmi, ebben sincsen semmi veszély, tárgy. De ez fölveszi a tested által kibocsátott hullámvilágot, és arra lehet téged térképezni, diagnosztizálni, és az nagyon jó, mert ez azokat is fölveszi, amit a CT, meg ezek nem vesznek fel. Tehát a többiek, röntgen, CT nem vesznek fel. Hanem valami egészen új lehetőségek nyit meg majd. Ugyanígy a geológiában, a régészetben mindenhol használható valamiről van szó. Meg kell csinálni a módszert, én már tudom, hogy hogy követ csinálni, de hát most a laborom alól kirántódott a pénz, már most már majd 10 éve, igen, 11 éve kirántódott az a kis kevés pénz is kirántódott, ami volt alatta, mert az egyház útól kaptam annyi támogatást, hogy meg tudtam egy kicsit dolgokat venni, ilyen olcsó dolgokat, és akkor tudtam kísérletezni, ne a konyha pénzből kell megvenni valamit, és akkor ez működött, és kaptam támogatásokat, ilyen egyéni támogatásokat is, és ezekből meg tudtam aztán venni egy pár dolgot is. Ezért eljutottunk valameddig, de hát lassan haladunk. Folyamatosan elszívják az embereimet, tudom én, látom én, hogy ilyen módszerrel, milyen nagyon ravasz módszerekkel elcsalják tőlem, és megpróbálják az addig összeszedett tudást felhasználni. Hát így működik a világ, de tudjuk mi ezt. De én azt is azért csinálom, hogy átjusson az emberséghez. Nem kell mindegy, hogy ilyen lopja vagy nem lopja, csak legyen az emberekén, mert ez nagyon fontos. Tessék, azt szeretném kérdezni az új földre visszatérve, hogyha új föld, mi lesz a fő energiaforrás? Mondom, Mondta Gyuri bácsi a szén atomot, én nem teszem, hogy ugye most szén atom, tehát a molekula szénre épül a mostani föld, tehát mi is ugye szén molekulából atomokból állunk. Nem abból állunk, de van benne sok szén. Bocsánat, tehát ez a szerves fő atomanyag, a földön most. De akkor valószínű, hogy az ózonétregnél nem ez lesz, hanem egy másik szerves anyag. Szilícium alapú. És mi lesz a fő energiaforrások ilyen plazma? Ammónia alakú, szilícium alakú, többféle életrendszer van, és nagyon eltérő bolygókra az Isten nagyon eltérő lényeket teremtett. Tehát lehet, hogy a te szemeddel nézve rettentő randa, de oda az való is jó. Ott te nem lenni jó. Én így képzelem pont, hogy a szilícium, pont erre gondoltam. Meg milyen energiaforrás lesz, tehát hogy képzeljük el? Maga a tér energiaforrás, a tér maga az energia. A tér az az energiának az egyik formája. Nem kell semmit sehová tölteni, semmit sehonnan venni, semmit nem kell sehonnan szállítani, mert mindenhol ott van. A téridő mindenhol ott van. Ahol anyagot látsz,
az mindenhol ott van, mert az anyag nem marad meg téridő nélkül. Tehát a téridő mindenhol ott van. Ezt a téridőt, ha ügyes módszerre használod, akkor annyi áramot nyersz belőle, vagy annyi energiát, amennyit akarsz. De nem csak az áram az energia. Holisztikus, tehát hogy így van, hologram alapon, tehát leképeződhet. Még most a 3D-s nyomtató már azért ott, hogy ott a gondolatteremtő erejével nem lehet. Hát nem a gondolatteremtő erejével, de igazából úgy jöttünk direktbe, de igen, van hozzá tervező program, azt a gondolattal irányítjuk, hogy csináljunk, mit tudom én, valamilyen kis maraságot, ne vegye egy alkatrészt, és meg tudjuk tervezni, és utána 3D nyomtatóval műanyagból ki tudom nyomtatni, de már fémből is ki lehet nyomtatni. Vagy hogyha én nekem csak műanyag nyomtatóm van, de van egy kis kohászati, minimális kohászati ismeretem, akkor ugye megolvoztok egy csomó sörös dobozt, mondjuk, ahol lehet alumíniumot nyerni, és akkor a sok üres sörös dobozt megolvasztva, van alumínium, és azt kinyomtatok egy szobrot. Kinyomtatok műanyagból, körülveszem homokkal, bedöngölöm, megcsinálom, ahogy a kohászatban az öntészetben csinálják, és utána kiöntöm alumíniumból az egészet, és utána azonnal ki fog égni az a műanyag, tehát az nem megolvad, hanem ki is ég onnan. Ez a viaszvesztéses öntési módszer, ezt úgy mondják a kohászatban, az ki is fog onnan olvadni, viszont alumínium szobor lesz belőle. Vagy bronz, vagy réz, amit beöntök. Tehát ebből alkatrészeket, fogaskereket is lehet önteni, vagy szobrot is lehet önteni. Mindent lehet. És a nyomtatóval én annyi mindent nyomtattam, hogy már nem sok. Dávid szobrot is nyomtattam. Igaz, hogy csak a derek vonaljáig van meg, mert nem fér bele a nyomtató magnyatokkal, nem tudsz elég magasra menni, de megvan odáig, tehát a vonaljáig ki van nyomtatva, a pöcse látszik szóval. Alulva. De hát ugye nyomtattam, azt láttam, hogy hát ez nem fog beférni. Kicsit figyelmetlen voltam, nem néztem meg, hogy milyen magas, hát magas volt. De meghagytam, mert én ugyan nem lett igazán jó, de meghagytam, mert nagyon szép az a része, ami megvan. Ami megvan, tehát tök jó. A keze, a lába, a combja, a térde, a lába feje is. Szóval minden része jó. Lányoknak tetsző is. Tehát ez egy fontos dolog, hogy tudjunk valamit alkotni, és így tudunk önteni filmből valamiket, hát azt meg lehet csinálni. Tehát nehogy azt mondja, hogy rezet nem lehet megolvasztani. Elhozzá a porszívó, kis részhulladék, és mit tudom, és megolvasztod egyet, csinálsz, van egy kis olvasztó téged, megolvasztod, fújatod neki a levegőt, akkor magasabb az égésű, és akkor utána szépen megolvad a rész, aztán beleöntött, lehet rezet is öntem. Vasat már kicsit nehezebb házilag öntem, de rezet azt még lehet, alumíniumot meg nagyon könnyű, olmo, alumíniumot, ilyeneket, ilyen könnyű fémeket lehet önteni. És nagyon jó lesz belőle. Ez a lényeg, hogy nagyon jó kis szobrokat lehet csinálni. Na most, ha ezt a tudást tudod, hogy hogy lehet ilyet megvalósítani, akkor később, ha visszakerülünk a földre, de a tudás megvan a fejedbe, akkor azt a tudást vissza lehet újra állítani, és meg lehet csinálni. Hát mondjuk a konyhasztalon kicsit nehéz integrált tárgyakat csinálni, meg még tranzisztorokat is. De hát, Majd kitaláljuk a módszert, mert valahogy biztos lesz olyan, akinek annak a gyártásában vett részt, és akkor az már tudja, hogy lehet ezt megvalósítani az adott eszközökkel. Hát lehet, hogy kicsit vacakabb lesz az elején, mint az oroszoké, mert rengeteg szemetet legyártottak az oroszok, de aztán volt köztük, ami jó volt és működött. Hát én tudom, ilyen szervizeltem ilyen eszközöket nem véletlenül mondani. Hát, kiszállított diszplékből, itt a 10 darabból 6 nem működött rendesen, úgyhogy szóval ilyen volt. Összecsapták, kalapáccsal verték be a csavart, meg ilyen húzó dolgokat csináltak. Szóval a menedzser csavart itt beütötték kalapáccsal, persze az életben nem tudott többet kicsavarni rendesen, mert az menetet tönkre teszi. De belesik. Tessék? De belesik. Viszont gyorsan kész van. Hát azt a magistának az volt, hogy gyorsan kész van. Ilyen lelket belül csaptattak, magdostak, de azért voltak ott is rendes emberek. De összecsaptak dolgokat, mert nagyon siettek, mert nagyon hajtották őket, de semmivel se jutottak többre, mert annyi szemetet gyártottak, hogy rengeteget.
nem csak öbgyárkodta a szemetet, mindenki kísérletezett először, hiszen nem egymásként teszik olyan. És majd ilyen eszközöket is kapunk vissza? Eszközöket is kapunk vissza, mondjuk ilyen aratócsépőgépet, vetőgépet, ilyeneket kapunk, csak nem dízállótól lesz benne. Hát ez szolakítva. Egy tértekó, ja, az benne. Javarész növényevős lesz, elvéreszek ki, most. És az oroszlán is azt fogja enni, vagy olyan személy lesz? Az oroszlán is azt fogja enni, igen. Átvesznek alapítva az állatok is. Jó. Mi? Aztán majd az evolúció folyamán rájön, hogy a húsfinom. Aztán az evolúció során rájön, hogy a húsfinom, ahogy a Peti mondja, igen. Igen, hát én szeretem. Most nagyon jó volt a csirke. Oké, ízle? Nagyon finom volt. Nagyon jó volt. Nagyon jól tettem belőle. Tehát ez is az van, hogy meg fog változni. Most az állatvilág egy másmilyen, kicsit másmilyen állatvilág lesz, és szép lesz. Szépek lesznek az állatok, barátságosak lesznek, ha meg lehet simogatni az oroszlán. Most is meg lehet, csak nem biztos, hogy nem veszik meg vacsorára. Én nem tudom, én nem nagyon féltem az állatokkal, azért sok érdekes dolog volt, szóval simogattam az oroszlán. Ami, hát a cirkuszi oroszlán volt, szóval azért nem te vad oroszlán, de már simogattam az oroszlán, így, vacsorára. Nagyon-nagyon is volt. Nagyon sok izgalmas dolog van még, a jövővel kapcsolatban még azért érdemes dolgokat elmondani. Tehát mondom, a jó irányú tudást át lehet vinni, ez nagyon-nagyon fontos. Az azt jelenti, hogy nem fogod tudni, hogy benzinnel ment az autó, de a fogas kerekeire, a mérnök, vagy emlékezni fogsz az evolvás görbére, vagy mit ez, emlékezni fogsz. Az evolvás görbe az olyan görbe, ami nem csúszik, hanem görbül. Tehát a fogaskerék fogai gördülnek egymáson, és nem pedig csúsznak el egymáson. És ezeket tudni fogod, vagy tudsz csinálni szivattyút, tudod, hogy ott kell kutat fúrni, tehát egy csomó mindent fogsz tudni, amit ma tudsz. A rossz irányú tudásod az nem lesz meg. Tehát a puska, a robbanóanyag, amit azért nem fogsz emlékezni. Nem baj. Egy darab, hogy el leszünk ezer évig vele. Sok gyerekünk lesz. Hát ilyen 20-30 gyerekünk lesz, 1000 év adott, azt hozzá kell tenni. De ha jobban megnézed, akkor a Noénak mikor kezdtek születni a gyerekei? 504 éves volt. Érted? Hány éves volt a feleség? Hát az se lehetett. 500 évnél tudott a fiatalabb. És ennek ellenére szériában kezdte szülni a gyerekeket. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy még életképes, nem ilyen 500 éves lénykedem, hogy nyanya leszel, hogy nem tudsz menni se, és maga lápiszkítasz, hanem egészséges leszel, még a halálban is majdnem. És 1000 év után, akkor már, amikor kezdik romlani... Meghalnak az öregek is... szépen sorba, és akkor a lázadó fiatalok elkezdenek újítani. És akik már az ederében jók voltak egyéb, akkor azok már elkerülnek innen, azok általában azok lesznek, akik már régen elkerülhettek innen. Uh-huh. Tehát azok a kezdő emberek, azok lesznek, akik már régóta elkerülhettek volna innen, csak valamiért nem kerültek el, mondjuk visszajöttek Kovó bácsinak, Kovó néninek, Tanítóvácsinak. Igen, tudod, az van, hogy most akkor én visszaminősülök, és akkor megint így jobb, így jobb tálibel, és akkor dehogy is. De visszaminősülsz az óvó néni, és elkezd énekelni a gyereknek, hogy a gyerek okosan legyen. Először csak kis gyerek dalokat, mert egy két évesnek mégsem lehet a integrál számítást rögtön megtanítani. Szóval igen, és akkor először ilyen így jobb, így jobb, mit tudom, énekelsz vele, és aztán szép lesz. Szép lesz ahogy. Szépen földre, hogy rengeteg gyerek lesz, szaporák leszünk, sok gyerek lesz, egészséges testünk lesz. Jól fogunk élni. Egy ilyen 20 év múlva már víz probléma sem lesz, csak már rendesen a folyók folyni fognak, és a kutakban lesz víz, tehát minden rendben lesz. Már így, és akkor pedig mondjuk az első 20 évet lenyomod egy kis nehézségekkel, fiatalon, akkor még lesz benned éppen erő, és utána hát már következő 1000 évet meg nyugodtan lejelentett. Hát az nem rossz. Egy boldogan életet le. Tehát ezeket a gonoszokat, akik nagyon sok kárt okoztak, azokat elviszik innen.
Tehát nem lesz bűnözés, meg nem lesz ilyen. Tessék, van csak. És akkor, ahogy beszéltél róla, ilyen bingózásra fogunk szaporozni? Nem tudom, hogy hogy fogunk szaporozni, mert hogy érdekeset mondtak ezzel kapcsolatban, hogy nem úgy fogunk szaporodni, mint eddig. De nem mondták meg, hogy hogy. Tehát lehet, hogy tojással. Vagy magró. És a holdunk alatt. Holdunk alatt. Ki a izét, a lótojást a holdunk alatt. Ki kell, hogy nem tudom. Nem tudom. De az már mindegy. Mondja? Szeretném én is, hogy az már nekünk mindegy, mert 2400 év közeli jövőre. Szeretnék visszatérni a tsunami, amit kapunk. Az a földnek, száraz földnek, hogy mekkora részét érinti, azt lehet tudni? Hát 70%-át. Ma pontosan az alacsonyan fekvő részeit. Azokat fogja érni, tehát egyek közé nem jut el. Brüsszelnek annyi. Minek? Brüsszelnek. Hát Brüsszelnek annyi. Brüsszelnek annyi, hollandok már, az eszes hollandok már költöznek is Magyarországon. Szerintem Paksnak is. Paksnak is. Paksnak is, persze. 10-12 év túlélés után jön a tűz özön. Igen. De előtte a jók azok elalszanak. Ha azt látod, hogy melletted az utcán összesnek az emberek, akkor, de sok, akkor te bűnös vagy. Mert te látni fogod akkor a balét, de azok nem fogják látni a balét, és amikor felébrednek, akkor már az új földön lesznek. Hát, jó lesznek. És hát érdemes. A jelomisták ugyanezt tanítják, belegondolok, hogy az állatok szelidek lesznek meg, mint ugyanúgy tanítják. Kísérteties, a 440 ezer vagyok, ez is kísérteties. Ugye, az is. Itt nem 144 ezer lesz, hanem 440 ezer, akik átkerülnek a Marsra, ebből hát 100 ezer még több magyar lesz. Mert addigra meg már nem lesz Amerika, aki csinálta ezt az egészet, de űrhajók lesznek, amivel át lehet fordulni, kapunk talán földön kívüli segítséget is. Tehát ilyen olyan szállító teherhajót, amivel pakra ott lehet lenni, akár 10 000 embernek is. De pakra, de hogy mondjam, még vészére se kell tenni, menjen húgyozni, mert mindjárt ott leszünk. Szóval körbe ilyesmi. Tessék, milyen lesz a Marson a fogadtatás? A kezdetben nem lesz barátságos, elfogtuk, mert a Mars lakott. Mars lakott, nem lesz barátságos, olyan migránsok. Tessék, megszólalt a telefonja. Ez a mi operával is előszokott fordulni. Operával rendszeresen hallottam, láttam ezt, hogy megszólalt valami. Általában öreg asszonyoknak, mert azok nem tudják kikapcsolni, bekapcsolni a telefonjukat, nem tudja, hogy hogy kell visszakapcsolni, de nem tudják. Két gombot is mennek rajta be, meg fölteszem, meg leteszem. Most abban pillanatban, hogyha a operába beviszi, nem tudja lekapcsolni. Csak hosszasan meg kéne az oldalán nyomja a gombot, és akkor le van kapcsolva, és akkor úgy teszi el, akkor opera közben nem fog össze-vissza csörökölni. Nem tudja a pinkódot. Igen, de nem tudja a pénzt, most nem tud egy négyegyű számot megjegyezni. Aki a PIN-kódot feltalálta, milyen érdekes volt, az a felesége miatt 4 számjegyet határozott meg a banki PIN-kódnál, mert a felesége akárhogy erőködött, az 5 számot sem tudott megjegyezni, csak egy 4 számot, meg általában a születési évét szokták a nők meg, és azt még nem felejti el. Tessék, mondja. Nem, csak elnézést, nem. Ja, akkor aztán jó, szabad. Most kivetesed. Tehát ez egy olyan dolog lesz, hogy egy jó, egy szépen berendezett, tiszta, egészséges földön fogunk élni. Nem lesznek még a vegyszerek, nem lesz sugárzás, semmi. Hát valamelyik, amikor sugárzás lesz, de atombomba nem lesz, atomsugárzás nem lesz. Tehát ez sokat fogja. Mégis. Milyen az az infrastruktúra? Mi? Milyen lesz az infrastruktúra? Milyen lesz az infrastruktúra? Azokat a gépeket, amivel a népellátást meg lehet csinálni, tehát ilyen vetőgép, aratógép, itt ezek meg lesznek, és tulajdonképpen gyártó lehetőségek is lesznek, tehát gyárak is, amiket elvisznek innen a Földről, egy-ezek elviszik, tokkal, vonóval,
Ez volt róla egy francia film, hogy a házzal együtt elvitték, szóval úgy, de funé volt a káposztaleves, igen. A földön kövieknek nagyon ízlett a káposztaleves, akkor a végén elvitték a házzal együtt, hogy kedveljenek neki, mert ő ebben a házban szeretett. Jó, vigyük a házat. És akkor kivágták így a földkockával együtt a házat, és elvitték a világörömbe a házat is, és akkor így mert hogy oda elvisz, gyere most már hozzánk lakni, és akkor elmentek lakni, de hogy a házamot hogy vigyem magam. Ha jó, viszont már. És volt erre egy nagyon érdekes, valóságos esemény Svájban, amiből tudom, hogy kivágtak egy bazinai földkockát, ilyen 10 méteres földkockát, ilyen méter vastagon, kivágtak a kukoricatáblát, úgy, ahogy volt, a kukoricatáblát, kivágták egy 10 méteres kukoricatáblát, kivágtak, ilyen nagy medencéjét kivágtak belőle, elvitték a földet. De hogy csinálták, azt ugye nem tudni, mert semmilyen gépnek a nyoma nem volt ott, semmi. Egyszerűen semmi, nulla. Semmi nyom nem volt, lábnyomok vagy semmi nem volt. Se földön kívüli lábnyom, se semmilyen lábnyom, se gépek nyoma, semmi nem volt. És úgy vitték ki, mint ilyen borotvával vágták volna ilyen kockát, így ahogy volt az egészet el. Ez ugyanez volt a valódi defini filmben, hogy házzal együtt kiváltak egy kockaszerét. Csak a bocskával együtt megy el. Igen, parancsol. A földgyökűek azt mondták, hogy ez egy próba volt, mert ez volt az első próba. Igen, ilyen próbákat csináltak. És megvoltak, tehát voltak erre példák a gyakorlatban is, amiről tudunk, hát kiment a paraszt kapálni a földre, aztán hiányzott egy medencényi földnyel. Szóval ilyen volt. Nagyon szép Svájcban, nagyon tisztán, nagyon rendesen művelik a földet. Sokkal rendesebben, mint mi. És sokkal tisztánban. Meg kell ügyenni. Kevesen vannak, de nem azért. Kevesebb a földjük, igen, de nagyon rendesen művelik meg. A gyerekek dolgoznak a földeken, mert ilyen, ilyen 12 éves gyerek ott vezette a traktort. Mert a papnőnél voltunk látogatóval faluba, és a 12 éves gyerek, azt mondja, hogy 12 éves gyerek, szóval vitte ki a traktort a földekre dolgozni, 12 évesen már ott dolgozott a traktoron. Mint ahogy itt is a táborban, akik régen járnak, itt a tulajdonosnak a fia, az is rolgált itt egy traktorra, az is 12 éves van. Tehát azok nem, gyerek munka, nem ezt a hülyeséget csinálják. Hát mire kell megtanítani a gyereket? Az életre. Nem azokra az élettelen baromságokra, amire ma tanítják az iskolában. Élettelen baromságokra tanítják. Hányszor kell gyököt vonni főzés közben? Érted? Élettelen baromság. De régen voltak még ilyen háztartástan, fiúknak is, lányoknak is, barkácsolás. Hát, hogy ne tudjon otthon javítani, egy csavar be tudjon csavarni. Hát a saját feleségemről láttam, amikor elváltunk egymástól, én időként visszamentem hozzá a szerszámtáskámmal, mert tudtam, hogy ez szerencsétlenkedik, és akkor megjavítottam nála mindent. Leültem az asztalhoz, és sorban a vasolóját megjavítottam, a rezsóját megjavítottam, a tízcsapját megjavítottam, a televíziót megjavítottam, minden megjavítottam, hogy ott volt a zárat, a ajtórán, mindent megjavítottam, aztán a szia, puszi, mentem. De nem voltunk arra. Csak ilyen volt az élet. És megjavítottam nála mindent, ilyet, ott lógott a konnektor egy évig is, ha nem mentem. Lógott a konnektor, mert nem tudta vissza, egy csavar nem tudott visszacsapni. Nem volt ilyen érzelme. Ennyi. Ebbe az új világban fogunk űrhajózni is, mert ugye 9... Már űrhajózunk. Nem egyértelmű, hanem hogy ott az a technika. A technika is megvan már a Földnek, csak még nem köztudott. Arra mondogattam szélzásképpen, hogy az amerikaiak nem véletlenül csináltak ő hadsereget. De mikor visszaszületünk majd ide ebbe az új világba? Lesz. És át tudunk menni az algórendszerbe máshol. Nagyon érdekes lesz. Máshol nem kapunk engedélyt. Igen, mert ugye bejönni nem lehet, mert bejönni nem lehet, de kimehetünk, de csak az algórendszerbe mehetünk át. De oda is csak azok, akik megbízhatóak. De oda átmehetünk. Tehát lesz olyan űrhajó, és az 98 fél év, tehát az nem itt van a szomszéd. És ezekkel az űrhajókkal nem kell évszázadokig vagy évezredekig utazni, hanem ezekkel az űrhajókkal 2 hét alatt ott vagy. Annyit meg kell bírni egy lábon át is. És úgy mennek át.
úgy is jönnek ide. Nem úgy jönnek ide, hogy évszázadokon keresztül gyorsulnak, meg lassulnak. Tehát a mai fizikák elképzelései az űrhajózásra az gyenge. Vannak mai fizikusok kollégák, akik tudnak arra sok mindent mondani, hogy hogy kell űrhajózni. Tehát ők már tudják, de nem közismert. Véletlenül megtaláltam, és érdekes, mert miután megtaláltam röviddel lekerült, akkor még megtaláltam még egyszer a Google Docs-ba, van egy ilyen írományot tárgal a Google-in, és a Google Docs-ba megtaláltam, és aztán onnan is el. Az az írvány, amiben technológia volt, egy egyetemi professzor adta elő, jó. Egyébként olvastam, tök jókat mondom. Tehát ő jól, és ez a Washingtoni Egyetemnek volt a professzor. És utána ezt is eltüntették. Megy a lecsó, minden megy az aranyket összes tudományban, itt meg itt adják nekünk a szemetet. Tehát már nagyon régen űrhajóztak, amikor még nekünk ezt nem mondták el. Már a második világháború alatt is űrhajóztak. Űrhajóztak, nekünk meg 57-ben kezdődött egyetem. Paraszokítás. Igen. Még a Sputnikkal kezdődött. Lajka kutya. A Lajka kutya az már későbbi volt. Ahogy az amerikaiak egy majmot küldtek fel, az oroszok egy Lajka kutyát, aztán azt is megvégezték, hogy ne szenvedjen, csak kipróbálták, hogy egyáltalán egy élő lény meg tud-e maradni a világűrben, vagy akkor ott van meg rögtön. Nem is jött vissza, mert a mérget tettek a kajába. Talán és annyi, de ezt nem mutatták be, mert a kutyások fáztattak volna. Ezek az állatfélek, akik tönkretették itt a libásokat, vagy mindenkit, csokosokat, mindenkit. Állandóan annyira védték, de az érdekes módon a konkurenciánál nem védték. Más országban libája jó volt, ami többől jött. Így van, a máj miatt megtönték a libákat. Ott a feleségem falujában is tönték, egy rokon is tömte ott a libákat. Hát, és utána is tömte, persze. És el is tudta adni a májat, hogy nem lett ez probléma. De egy darabig hisztéria volt miatt, a hisztéria. Még majd jönnek az ellenőrök is, mindent lezárnak, elkavaznak, mit tudom. Hisztéria. Aztán eljött ez a hisztéria is elő, mint a többi. De van elég kérdésnek, Negyed hat, akkor még van egy kis idő, hogy kérdezhetek, ha van valami kérdésnek. Tessék, parancsolj! Én a Megginek a kérdéséhez szeretnék mondani, jó, hogy tulajdonképpen ez katott csukáncsöves volt a televízió. Ugye? Igen. Tehát ilyen soronként. Igen. Írta a képet. Azért, hogy írta a képet? A felvevő. Ami? Kamera. Hogy ő soronként írta? Az persze, minden kamera. Ha megfordítottan, akkor ellenkezett. Igen, de ez nem volt, ennek nem volt jelentősége. Föl látszott a kép rendesen. Csak a fél, benne volt a fél spíj. Benne volt a fél, a csavarodás, és ez kellett hozzá. Ez kellett hozzá, hogy az ábra megjelenjen. És nagyon, nagyon érdekes volt, még nagyon elájultunk tőle, akkor megláttuk. Hú, orrálj, hát ilyen nincs a világos. Még megvan nekem a kép, tehát most nincs nálam, de majd azért megmutatom. Ha nézzétek, ezeket a hétvégén felrakott filmek, minden héten felrakunk két nagy filmet tulajdonképpen. 3 óra az 2 nagy film. Minden héten felrakunk. És mindenki önkéntes. Szó nincs arról, hogy mennyit keresünk vele. Valamennyit fizet érte a Google, mondjuk 60 000 forint, vagy 50-60 000 forintot fizet egy hónapra, jó hónapban. Egyébként csak 30. Na most a 30 000 forint az úgy nyugdíjkiegészítésnek se jó, mert ráadásul a pénz nem is az enyém, nem is a miénk, hanem úgy együtt a miénk már az Egyesületét, tehát az a legkeszám. Számára van, mit legkeszám, hogy nem úgy van, arra töltjük, ami akarja. Nem. Vécipapír költséget se adja ki. Hát a vécipapír költséget se adja ki, szóval a felét az újaddal kell.
Tehát... Köszönjük! Igen. Akkor levél is van. Ez egy tessék kölcsön. Eléggé szembesült nekem itt a fény, ez a reflektor, és csak lesekednek, hogy hova volt, kiteszik a kezét. Tehát ez egy meglehetősen komoly nagy baj, de elköltöztetik a Föld emberiségét, arra nem képesek, hogy 5 milliárd, 7 milliárd ember elvigyenek innen a Földről, de a lelkeket elviszik, és kapnak egy új testet, és nem fognak az egészre emlékezni, akik jók voltak. Tehát azok, akik szelidek, boldogok a szelidek, mert ővé a mennyek országa. Ki volt a világbőrbe közületek? Én. Na, te nem voltál? Hol kering a Föld, mint mondasz? Ja, igen. Ja, úgy. Nagyon érdekes, hogy ilyen utaztatással, én erre gondolom. Nem tudom, én megkérdezhetem akkor még a társadalmat, az infrastruktúrát. Persze. Hogy hát gondolom, mindenki együtt, tehát egy ilyen kommunista, falanszteres dolgot kell elképzelni, hogy mit kell elképzelni? Hát nem. De nem is kapitalista falanszter, mert egyik falanszteret, mint a másik. Tehát az egyik az ígéretek falansztere, a másik a lehetőségek falansztere, ahol neked semmi lehetőséged nincs. Ugye, az a kapitalizmus. Tehát most te kimész Amerikába, ugye Amerika a lehetőségek hazája, hát lehet, hogy szart fogsz pucolni, vészét fogsz pucolni 3-4 évig, mire valami kicsit jobb munkát is találsz. A hierarchiát akarom kérdezni, hogy mindig lesznek. Hierarchia nélkül egy társadalom nem működik. Akár szocialista, akár kapitalista, akár milyen társadalom. Nem működik, mert vezetni kell. Vezetni kell egy társadalmat, irányítani kell. Nem irányítja senki egy társadalmat, akkor abból anarchia lesz. Jónak tűnik, hogy nincs semmi parancs, nem kell semmit csinálni. Ez úgy jónak tűnik, de nagyon hamar összedől az egész. Mert mindenki ezt gondolja, tehát nem akar senki dolgozni. Ha elfogy a kajája, akkor elkezd abban. Ott jól lehetett látni az anarchiának a nyomait, hogy Amerikában elfoglaltak egy ilyen kis kerületrészt. Emlékszesz te? Seattle-ben elfoglaltak egy ilyen kis kerületrészt. Ilyen nagyon nagy forradalmára volt, 3 géptisztolyuk, meg 4 kézigelányatjuk. Ezek ilyen nagyon nagy forradalmára voltak. Hát ugye fölették ingyen az összes boltnak az összes lehető valamiért, kirabolták a boltokat, az élelmiszer boltokat, és utána kiütölt a baj, mert ki kellett volna menni kaját hozni. De persze nem engedték is őket, sőt már kisebb. Szóval így kérdették, de... És akkor a kamerákon keresztül, mert ezek ilyen együgyű seggfejek voltak, akik azt hitték, hogy egy géppisztolyjal megváltják a világot, és akkor a kamerák, az utcai kamerák, meg minden, amit a rendőrségnek voltak megkötve, át voltak kapcsolva amoda, és attól kezdve kintről nézték, hogy ezek mit csinálnak. És azt hitték, hogy őket senki nem látja, ők az urainak az urai, már annyira urak, hogy már urabban messz lesenek, és akkor lenézték őket, hogy mit csinálnak, és akkor le akartak menni. Le is léptek egy jó páran, egyébként, még mielőtt dölt össze az egész, le is léptek egy páran, ilyen nőnek öltözve, vagy mit tudom minek, átszázva, le is léptek, és a többieket meg ott hagyták a francba. Na, ez volt a nagy forradalom. Tehát annyi volt, hogy kizabálták az élelmiszer üzletet. Tehát ez ilyen szegény ember okossága. Nincs mese. Szegény ember mindig ki van szolgáltatva, mert mindig annyi fizetést kapcsol, hogy éppen, hogy megéljen belőle. Már a családját csak nagyon szűkösen tudja belőle látni. Így működött. Hát így működött. Hát azért lett aztán az, hogy kicsit kinyitották az ajtót, hogy kis lehetőséget engedtek, akkor volt ez a ilyen, mindenféle ilyen lehetőség arra, hogy milyen felnőttnek hívták ezek a melléküzemágok megindultak meg. Hogy? GMK. GMK. Ha elindultak ezek a GMK-t, meg mit tudom, és akkor igazából a szerencsétlen férfiak, különösen a nők is, a szerencsétlen férfiak azok még inkább hajtottak ki, a gyerekeknek ruhát tudja, cipőt tudjon venni, hajtottak a GMK-ba, hajtottak így 3 munkahelyen, és akkor azért valamennyi kis pénzt összetudtak, valami
De azért lett 55 év az átlag életkor. Ugye, mert szerencsétlenek halálra hajtották magukat. És én láttam, hogy mit csak tévészerű voltam abban az időben, és én láttam, hogy mit csináltak a feleségek. Nem adtam volna rá ötöst. Nem adtam volna ötöst, mert azok áldozatot játszottak otthon, ők nagyon áldozatok voltak, ő unatkozott, ő áldozat volt, mindig csak a szaros pelenka, mindig csak a áldozatok voltak, Békesmegyeren volt ez, és annyira áldozatok voltak, hogy ezt el sem lehet mondani, és utána nagy baj lett belőle, ugye, mert elkezdtek, a kis katonákat beívogatták egy kis fordulóra, kis ez, kis az. Postás villanyszámlást, mit tudom én, gázost, beívogatták. És akkor aztán ezekből azért kiderültek dolgok, és ettől kezdve aztán bomlottak szét a házasságok. Nem egy ugrált ki a tizedikről, láttam ott a kiesett protkójával, meg a mit tudom, nem is oda. Szóval, hogy mondjam neked, nem volt ez olyan jó világ, mert azt képzelték, hogy mostantól kezdve minden meg fog változni, mert ők úgy jajgatnak dugás közben, hogy csak jól esik nekik, mert nem lesz ott az anyós, meg az após. És akkor kiderült, hogy hát nem csak ebből áll a világ, hanem ugye jön a 43 forintos lakbér volt, ahonnan én eljöttem a lakásomban, igaz csak egy szobakonya volt, ez meg egy két szoba, vagy egy szoba, két fél szoba, összkomfort, és akkor mert a három gyerekkel kaptunk lakást, és akkor hirtelen a lakbérem fölment 2400 forintra. Ez egy kicsit vastagabb volt, ugye, 42 forinthoz képest fölment, tehát igen drága lett a lakbér, a fizetések akkor 3,5-4000 forint körül mozogtak, hát már kajára alig jutott meg minden, tehát dolgozni kellett, parancsolj. Az az alkohol, az a orszfelhőn belül van? Az alkohol, 98 fényé. Az ott felé az egy fényére van ide, egész pontosan 100 000 csillagászat egységre van ide. 100 000-ször olyan messzire van, mert ide a nap. Tehát nagyon messzire van. A nap 150 millió kilométer van körülbelül a földtől, most. Gyuri bácsi, ez a ciklus meg ez csak a földre vonatkozik, vagy máshova is begyűrűzik, tehát hogy most világégését, vagy a más... Máshol nem. De az csak a földre. Hatása, vagy... Az sem. De lesz egy ilyen csillogó múlékba zárva az egész, aztán sem. És mind a három helyen lesz inkubátor, úgy értem, hogy nekik, hogy ABC, hogy... Feltettem egy képet, hát most csillagos dalgó volt. Mi van a dalgó? Hát az egy bárkész bolygó. Az alkohol rendszer bolygóira. Igen, ott van a zalgó rendszer. A bolygók nem látszanak ezen. A bolygók ezen nem látszanak. És nem a csillagokra mennek az űrhajók, hanem ugye, mert a napra se lehet menni. Ugye, mert 6000 fok meleg a nap a felszínén. Egyszerű tudás. Hogy a napnak körülbelül ilyen a felénél tartunk, tehát 5 milliárd évmozogó is egybeolvad a Földet. Micsoda? Honnan veszel ilyeneket? 5000 év múlva? 5 milliárd év múlva? A francokat érdekel, hogy mi lesz. Addig történt 5 múlva. Úgy is 5 milliárd év múlva, úgy is a szó volt, a nevés. Ugye úgy mondják, hogy ez az 5. Föld, ami most van. Igen, 6. 6. naprendszer. 5-öt mondanak általában, de ez már a 6. És ez a 6. naprendszer, tehát 6-szorra rendezik újra az egész naprendszer. A bolygókat, a holdjaikat és mindent 6-szorra rendezik újra. Rendezik újra, hogy mondjuk, hogy elrendezik. És egy részükről fejlődés van, úgy is mondjam, vagy pedig lett bukás. Nem, ez fejlődés. Csak egy szelekció van. Tehát, hogy mondjam, a rosta. Azért, hogy ne cipeljük magunkkal most már a bűnösöket, egy rosta. És így el lehet úgy választani, hogy ő máshova kerül, tehát máshova viszik őket, élni fognak tovább a bűnösökét, összerakják őket, hagyja őjék egymást, összerakják őket. És vagy megváltozik, vagy megebben. Kész. De a lelke akkor is megmarad. A lélek az hallhatatlan, az nem arra van, hogy egy papírzsebkendő egyszer belefújod az orrod egy életet, aztán hol izé voltál, hol kódos voltál, hol király, már mindegy, kifújtad, az kész.
Hát ez nem igazságos. Az az igazságos, hogyha utána fordítva is van. Tehát akkor én vagyok a király, és te vagy a kódos. Te voltál a király, és én voltam a kódos, jobb elég után 24-szer, és nem adtál ennek, nem adt azért, csak bealáztál meg, bealáztál is. Akkor jó. És akkor én visszaadhatom neked, mert ez a lényeg az egésznek, ezért van a mi atyánkban az, hogy... Bocsáss meg a védkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Érted? De miért kell megbocsátani az ellenünk védkezőknek? Hogy ne kelljen visszajönni. Hát persze. Nekem újra és újra és újra vissza. Ő majd elítéz másra. Én megbocsátok neki, és akkor már neki se kell visszajönni, meg nekem sem. Mert én megbocsátok. A dalai láma januárban tett egy olyan nyilatkozatot, hogy ő az utolsó dalai láma, és többet nem jön vissza a földre. Ő már tud valamit? Hát, hogy ne tudom. Hogy ne tudom. Az egyházi vezetők mind tudják. A pápa is? A pápa is. Mind tudja. Minden egyházi vezető tudja. Akik nagy vezetők. Mint a dalai láma. És szerinted miért most döntött úgy, hogy nem jön vissza? Hát nem tudja, hogy vége. És ő most nem akar ide visszajönni, megy máshova. Mert ő neki van valami kedvenc helye, itt most ledolgozta magát. És akkor, de már nem először jött vissza, tehát ő reinkarnációban már régóta. 14. dalai láma. De az ugyanaz az egy dalai láma, csak mindig a lélek visszajött. És akkor felismertetik vele, hogy mik a kedvenc dolgai, mindent ki kell neki választani, sok limon közül ki kell választani, ez a te kedvenc könyved, ez a te kedvenc poharad, mindent ki kell neki választani, és akkor ha kiválasztja, akkor felismerik, akkor egy bizottság megalapítja, hogy ő lehet a dalai láma, mert mindent felismert. És volt olyan, hogy három gyereket is oda vittek, azt mind a három felismerte. És hogy döntöttek, hogy kinek kérdezik? Trismegisztus. Így van, Trismegisztus. Dalai láma 1-2-3. Dalai láma 1-2-3, az egyik lány volt. Igen. És annak nincs jelentősége, a lánynak. Nincs. Csak bizonyos egyházoknál a jelentősége, nálunk például nincs. Nálunk a szertartás mindig nő és férfi együtt. Tehát mindig egy pap, meg egy papnő, az, aki téged megkeresztel, összeadott, pap, de így. Akkor az hogy zajlott le, hogy mondjuk elmondta a dalai láma, és akkor megvárták, amíg... Megvan neki a forgatókönyvben, mit kell ilyenkor csinálni, megmondja előre, hogy merre keressék, majd hol fog megjelenni, és akkor az akkor születő gyerekekben, amikor már beszélni tudnak, egy pár évet kell várni, ha beszélni tudnak, akkor ilyen még 4-5 éves gyerekek már tud beszélni, értelmes már tudja, hogy mit beszélnek hozzá, és akkor körbejárják a vidéket, és keresik azokat a gyerekeket, akik gyanúsak. És akkor a gyanús gyerekekkel bevitték utána a kotalapalotába, és akkor ott mindenfélét megkérdeztek tőle, hogy mit csinál, hol volt, hogy működik egy valamilyen szerkentyű, ami a lámának mondjuk egy vetítőgép voltak, mániájuk szétszedte, összerakta, akkor szétszedve oda rakják neki a vetítőgépet, gyerek így összerakja, akkor lehet a dalai láma. Mert ezt egy átlag gyerek csak szétszedni tudja, de összerakni. És mikortól tudja, hogy ő az? Tudja végig magáról, tehát az nem is kétség, de utána egy bizottság, egy főpapi bizottság dönti el, hogy ki lesz a következő dalai láma. Mert egy lélek reinkarnálódik, ők ebben nagyon hisznek, és igazuk is van. Működik is. Abszolút működik. Itt Magyarországon sok érdekes emberrel találkoztam, ilyen reinkarnációk. A Néróval, tehát nagyon jó volt, a Salonnal, a Salon királyával, Dáviddal, akkor a Galileivel, aki a haverom volt, akkor az Arisztotelésszel. Hát ilyenekkel találkoztam, és ezekkel volt alkalmam hosszasan beszélgetni, és minden. És ezek segítettek. A Plátonnal csak
csak telefonon beszéltem, vagyis hogy médiumon keresztül beszéltem vele, de az is, mert kétségtelenül jó volt. Tehát nem, nincs átverés. Jó, hát a materialisták azok harcolnak, hogy ilyen nincs, de van. Van ilyen, itt éppen beszélgettünk most, hogy ilyen érdekes, hogy egyszer csak mondok valamit, és a rádió vagy a tévében ugyanazt a szót mondják. Ugye? Igen. És ez milyen érdekes. Mondom, hogy itt a földön azt szoktam csak mondani ilyenkor, valami bonyolult szó. Tehát azt mondom, hogy interferencia például. Erre ott egy következő másodpercben azt mondja a tévében valaki, hogy interferencia. Tehát ez erre mondom. Tehát a főnök pontosan tudja, hogy én itt fogok beszélni előre, és akkor oda, és tudja, hogy azt a televíziót fogom nézni, azt a csatornát, hogy oda teszik. És akkor jelzi nekem, hogy igen, figyelek el. És figyel. Nekem volt az, hogy így voltam nála, és akkor deutériummentes víz rákban történő gyógyításáról beszéltél, és a hátad mögött, de hátad ütél a tévének, és a hátad mögött a tévében pont egy műsor ment, és ott a feliratban ott állt, az ugyanaz a szövegetet olvasom. Igen? Igen. Na, ilyen van, szóval fölök ennyire szokta ezt csinálni. Volt olyan, hogy hogy éjszaka dolgoztam, könyvet írtam, és egyszer csak a Commodore, ami aztán lehetetlen, abban nincs vírus, meg ilyen nem volt. És a Commodore-ra gépeltem, még nem volt jobb gépre pénz, és akkor a Commodore-ra gépeltem, de ugyanúgy magyarul ékezetesen tudtam vele gépelni, volt olyan szövegszerkesztő benne, és akkor gépeltem, és egyszer csak kiírodott elém, hogy Radio Bridge. De nem én gépeltem be. Így kiírodott elém. És oda nyújtam itt otthon a rádió, bekapcsoltam, és pont a Radio Bridge-on állt. És akkor Radio Bridge, az egy régedi rádió, ahol MP-ben volt az a stúdió. És akkor bekapcsoltam, hogy éppen rólam beszélnek. Tehát az is érdekes, kiírodott elé egy Radio Bridge, és erre az a Commodore nem tud ilyet csinálni. Az a főnök persze tud, de, mert ő a számítógép, ő a billentyű, ő az érintkező, hát ő minden. Ő meg tudja azt csinálni, hogy kiír neked egész regényt, ha akar, hát tud neked így is üzenni. Kellett valami rádió műsort? Mi? Kellett valami rádió műsort? Kellett valami rádió műsort, jobb a fogni. Mert éppen rólam beszéltek, volt egy másik, ilyen aranyos, amivel szintén rólam beszéltek. Ja, nem, ugyanez. Ez volt az, hogy nem is tudom, már valamelyik újságírónak, most hirtelen nem akarok senkit megvádolni, egy újságíró volt, aki nagyon azt mondta rám, hogy hát az egy balta. És akkor betelefonáltam a rádióban, mert tudtam a telefonszámokat, mert előtte két héttel voltam ott a stúdióban is. És betelefonáltam, és nagyon szerettek engem ott a stúdióban, és a stúdióban, ahol betelefonálva, rögtön bekapcsoltak. És akkor mondom, jó napot kívánok, itt a balta beszél. És ugye tudtam, hogy ebből baj lesz. Nem vettem merre, nem szívtam merre, csak olyan valami volt, hogy ilyen nagyon materialista volt, és nem hitte el, hogy ilyen történt. Egyáltalán, hogy valaki az Istennel beszél, az csak hazud. Az csak is volt. De ez is igaz, lehet, igen, lehet felveszni. Szoktam is fel. Értekezni időnként vagy, mondom, figyelj. Tehát jelzi, hogy hallgatja, mit mondok, mit tudom én, és ha valami olyan nagy marhaságot csinálnék, ami neki nem tetszik, akkor minden bizonyos az írná magam előtt, hogy ne csinálj ilyet, vagy valami is. Ha ki tudta írni azt, hogy Radio Bridge, akkor ki tudja azt is írni, hogy Gyuri, ne csinálj ilyet, és akkor nem csinálj. De ilyen egyszerű, így van. Dalai Láma sorozat, igen. Vagy 40 ilyen Dalai Láma, egyszer egy milliót elvittem, beszélgettem az egy előző, nem a lámával, hanem egy előző buddhával beszélgettem, aki most él. Aki most testben él, és éppen Japánban volt akkor, ott volt egy kolostorban, de nem avatták föl, mert tudták, hogy ő buddha. Tudták róla, a társak is, mert mindenki tudta róla, és nagyon aranyos volt, mert ott is beszélgettem vele, és
akkor egyszer csak azt mondta, hogy jaj, most már jönnek, hagyjuk abba. És elmondta a dolgait, hogy, hogy mit csinált, hogy csinált, és egyszer ezt a minimumot elvittem ugyanez a butához, de akkor megviszett minket, mert mondom, mert nem találom, mondom, menj oda, ahol most van, nem találom. És egyszer csak megtalálta, és megtalálta, ült egy ilyen kolostorszerűbe, és butasz, arany butaszobrok voltak, két oldalt, meg 40 darab. És szembe is ült egy. És akkor nézegette csodálkozni, és egyszer csak a szembe lévő megmozdult, és akkor úgy nem ilyet, úgy meg ilyet megmozdult. Ilyen arany szobor megmozdult, ő volt az, aki arany szobornak mutatta magát, és akkor beszélgettük, hogy miért kell ilyet csinálni, úgy megijedtem, mert nagyon megijedtem, hogy megmozdult. És akkor voltak ilyen szobrok közöttük, tehát mert vagy 40 ilyen butha volt. Nem egy butha volt butha, volt Jézus is, bocsánatot kérek, hát az csak azt jelenti, hogy megvilágosodott. Nekem azt nem tessék mondani, hogy Jézus nem volt megvilágosodott. Hát értitek, mi a probléma? Semmi más, csak az, hogy az emberek nem is tudják, hogy miről van szó, de nem. Jó, de nem, mert én nem vagyok buddhista, mondom, ki kér téged arra, hogy buddhista legyen. Én nem is akarom elhinni, hát ne hidd el. Szóval ilyen görcsökben vannak. Hát jó. És leszik görcsök. Azt szeretném megkérdezni, hogy a levitáció a gyakorlatilag hogy jön létre? Tehát mit kell tennie annak a szerzetesnek, aki levitált? Mert láttam a filmet róla, ilyen kis filmet, akik egy kicsit ilyen ugrálva lótuszülésből mentek ki. Én is láttam. De igen, de igazából volt olyan szerzetes, aki simán lassan, nagyon lassan felemelkedett. Igen, igen. Az a megoldás, hogy fentebb gondolja magát. Igen. Az a megoldás, hogy fejjel gondolja magát, igen. És akkor meg fog emelkedni. De nagyon meg kell gondolni, hogy mennyire fent. Mert ha fölmész a világűrbe annyira fentebb, akkor egy ilyen jégkocka fogod keringeni. Na ott vagysz meg rögtön. Hát persze, ott mínusz 270 hideg van. Ott fogsz megfogni. De akkor a békaugrásot nem fogja ezzel össze, ami... Nem igazán levitáció, nem igazán. Könnyebb a testsúlya a szokásostól, de a levitációnak egy erő szobája, de ez nem igaz a levitáció. Levitációnál semmilyen ugrabugrit nem kell. Nem egyszerűen így megemelkedik a levegőbe. Ilyen volt az asszeszi szentelhez is, mint levegni, igen. Annyira mennyezik az összpontosítás, hát aki buddhista legyen, azt mondják, hogy ilyen 200 felé kell, hogy 200 szabály van, amire figyelni kell. Tehát mondjuk itt elmegy a légy, akkor nekünk ugye arra nem szabad oda nézni, hogy hol megy a légy. Tehát, hogy nagyon, a tudatot nagyon sok ilyen szabályra úgy szabályoznak, hogy nagyon összpontosítson. Mondok erre valamit, csak egy valamit kell csinálni, nem gondolok semmire. Igen. Nem 200 dologra kell figyelni, hanem egyre se. Semmire se kell figyelni, nem gondolok semmire. Ki kell üríteni az agyadból a gondolatokat, és akkor már uralni tudod a gondolatodat. Úgy bácsi, hogyha ilyen technika, tudás volt a tibetieknél, akkor miért hagyták magukat le? Én értem a végén. Ha ilyen tudás volt a tibetieknél, miért hagyták magukat leharcolni, vagy a kibetieknél? Mert humánok voltak. De hát akkor is megtehették. Na, hogy humánok voltak. Ha egy kicsit jobban összekaparják magukat, csak egy nagyon kicsit, és nem tették meg, szóval az biztos, nem tették meg, szétvertek egy csomó szerzetest. Durván agyonverték vascsővel egy csomó szerzetest. Ott nélkül semmi, mindig rá. A tökélyt szétcsapkodták vascsővel, meg mindent, amit el tudsz képzelni. Tehát nagyon durván a kínaiak leigázták életet. Ez van. Én arra gondoltam, hogy esetleg nem volt szabad nekik olyat csinálni, mert akkor vissza... Hát önvédelem, ha nem öl meg senkit, akkor mindent. Tehát mit tudom én, ha mondjuk egyszerre 100 igaz arra gondol, hogy az összes tanknak lefonyul a csöve, akkor az összes tanknak a csöve egyből ilyen nyulalmi állapotba kerül. Ennyi volt. Hát azzal lőjék. És kész. És az összes puskának a csöve is lekonyul, azok is mind lekonyul. Ilyen görbe csöve lesz. Puha lesz és lekonyul. Ha az összes jönnek a repülők, akkor arra gondolok, hogy a repülőn a bádog, az a borítás, az csak WC-papír. Mi lesz belőle? WC-papír. Lefújja, mert gyorsan megy a menetszélre, le is fújja. A menetszél
Hát az már nem a felhajtó előtt, ugye, mert a vádogot elvitta. Pici papírt elvitta. Olyan lesz belőle, mint a sütőfólia, ez is fólia, amit besütögetünk. Hát olyan semmire való lesz, nagy nyomást az már nem bír, nagy erőt nem bír, lefújja a szélkész. Arra gondolok, hogy az összes bombában homok van, az összes bombában homok van. Ezt meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni. Ezt csinálták meg az oroszokkal, vagy az amerikaiakkal. Tehát fölé állt egy ilyen gondolat megvalósító berendezés, egy szonda, fölé állt az atombunkernek, amiben ott álltak a rakéták, fölé állt és az összes rakétát, puj, mindből homokat csinált. És az összes elektronikából szemetet csinált, kész. Mind elolvadtak, azt mondta az elektronika, kösz, ennyi elég is volt, és elég erősebb mikrohullám impulzus, és az elektronikák dobnak egy hátost. Ezek még nem úgy voltak megtervezve, ezek már ott állnak 20 éve a gödörbe azok a rakéták. Ez egy gödörbb beavatkozás volt az a... Oroszoknál is, meg az amerikaiaknak is. És az atom, túl sok volt az atomsilogban az atomrakéta, és már kezdett a világháború bűzlene. És akkor, hogy ne lövöldözzék le egymáron. Egy csomó rakéta kísérletnél kilőtték a rakétát indulásnál, de nagyon soknál. És ilyen nagyon gyors kamerákkal vették föl, és azon szépen lehet látni, hogy villámgyorsan bejön valami, oda dönt egyet a érzékeny pontján a rakétának, egy lézer oda lő, aztán távozik. De úgy eltűnik egy pillanat alatt, mint a cselekvény. Tehát egy szemvillanás olyan gyorsan történik, megdörül a szemed, mi volt az? Tehát, hogy ne esem vissza, olyan gyors. És ez a lényeg, hogy a gyorsaság. Tehát mi azt hiszük, hogy szállunk. De a gyorsaság ez sehol közelben sincs. Ahhoz, amilyen gyorsaság lehetséges. És akkor ezek őrületes gyorsan működnek. Hát ezek millió évvel fejlettebb civilizációk. Tehát nem ilyen földi pumpőpuskákkal, amikre vannak fölkészülve és kész. Mondja. Én akartam dönteni. Hogyha horoszkópokat csináltak a tibetiek, meg egyebek, tehát végül a jövőt kiszámolhatták volna, láthatták volna, hogy ez van, akkor miért nem készültek fel rá? Nem szabad beavatkozni, de mégis beavatkoztam. Mert én nem szabad beavatkozni, de aztán mégis beavatkoztak, hogy ne öljük hasonló egymást. Beavatkoztam. A Földről egyébként most is folyamatosan elhordanak embereket, vannak, akiket hát ilyen farmeroknak visznek el, valamit házastól, és elviszik üres bolygókra, és oda telepítik őket, ahol lélegezheti oxigén van, kaja is van, mit tudom én, tehát oda viszik őket, és akkor hát a túlélő jó katona lesz belőle, és nem biztos, hogy túlélő. Ja, a feleségemnek volt egy osztálytársa a Tajgatoszról, mondta, hogy oda vitték a gyerekeket a Tajgatoszról, ledobták a gyerekeket, és aki túlélte, az a jó katona. Na, szóval ez is ugyanilyen, hogy elvisznek innen 100 000 szám embereket, 100 000 szám, nem keresett, rengeteg eltűntek. Hová tűnnek el? De Magyarországon is gyerekek tűnnek el, tömeges. Hová tűnnek el? Eltűnnek. Soha többet nem találják meg, persze lehet, hogy elvitték valami másik bolygóra. És ennek is aztán van a negatív része, aki pörpöltnek viszik. Szóval az is olyan, hogy vannak ilyen, olyan fajok, akiknek nagyon jó kis kusik. Ne vagy a zsengélye. Én már nem, de tokaszalonnál. Hogy tudnak ide vadászni, hogyha van védelem? Van védelem, de ezek nagyon taktikusak meg. Hát egy jó kalóz. Felemelik a kerítés és átvásznak alattnak. Felemelik a kerítés és átvásznak alattan, ügyeskednek, beugranak, mert a nem térne időn keresztül nem tudnak jönni. Van, amikor üldözik is el a közelműköket, voltak is ilyen felvételek, ahol rálövöldöztek, ha tudod, az UFO-ra emlékszel, hogy ilyen földről rálőttek egy ilyen atomfegyverrel, rálőttek, és elsülített a lövés mellette, mert olyan gyorsan meg tudott fordulni, nem így fordult meg, hanem elkezdett rögfelzbe menni azonnal. Még a lövés első eldördőtlen, a következő 10 másodpercben ez már tűzött elfele a közelből is, mert rájött, hogy jönnek rá. És akkor gyorsan elhozott a csikot,
és ezek megtörtént felvételek, ezek nem kamu. Csak ugye még mindig ott tart a magyar tájékoztatás és hírközlés, hogy UFO-k azok talán vannak, de nem szabad őket elhívni. Körülbelül amikor már a Medvegyev, aki az orosz elnök volt és miniszterelnök is volt, az nem hazudik Izrael. Bocsánat, mert az nagyon gazdag, az nem hazudik Izrael. És az újságíróknak sem hazudik, mert ő beérne. Tehát megkérdezte tőle egy újságíró nő, hogy vannak-e a földök külé. Persze, hogy vannak, ha megmondanák az igazat, akkor kitörne a pánik, ezt mondta. Tehát, hogy annyi földön kívüli van az oroszoknál is, meg az amerikaiaknál is, lent a földön, meg a föld alatt, meg annyi, hogyha kiderülne, hogy 10 000 szám vannak itt földön küliek, a fegyvereikkel, a mindennel, technikájukkal, akkor kitörne a pánik. Mert annyira együgyű a társadalom, hogy annál már együgyűvet nehéz csinálni. Le van hülyítva a társadalom, a zabálás és a keffelés szintjére vannak lehülyítve az emberek, sajnos. És ennél kicsit tovább kéne lépni. És nem azt jelenti, hogy az egyik se jó. Nagyon jó, csak amikor csak adnám a fejedre és semmi más, hát az már nem jó. Az már nem jó, abból már baj lesz. És hogy nem félt attól a Medvegyev, hogy nevetségesé válik. Tehát, hogy nagyon is felvállalta, mert tudta, hogy ez igaz. Taktikok nevetségesé tesznek még nagy embereket is, és akkor ettől kezdve megy. Mert mondjuk a kanadai hadügyminiszter, a kanadai hadügyminiszter mondta, hogy négy fajjal vannak kapcsolatban, négy földönkívüli fajjal vannak kapcsolatban. És akkor ezt többször is elmondta. Az egy hadügyminiszter, aki áldás után, hogy ezt nyilatkozta, hogy újra választottak a hadügyminiszternek. Most hát, hogy kétszer nem választanak egy hülyét adnak. Parancsoljon. Aztán jössz. 1917. szeptember 6-án vagy 7-én, mikor a Spicicet lőtték fel. Valami műholdat akartak fellőni az izraeliek, és a start előtt egy 2 perccel, hogy mutatta egy ilyen 9 km távolságot körülbelül, hogy lövük fel, és ezzel csak felrobbant a rakéta. És akkor kikockázták azt a 20 másodpercet, és lehetett látni, hogy két gömb közeledik, és az egyik a rakéta fölött volt, mindjárt kigyulladt, a másik meg alul ment, és akkor utána előtt elment, de még a láng robbanásában látszott, hogy a láng előtt ment el újra ez a gömb, de akkor lehetett, mint egy focilabda. Igen, igen, ezek a szombák, ezek drónok, csak földön kívüli drónok, nem ilyen kis propellerecske, meg vizecske, de drónok, ezek röpködnek. Mondjad, Móvi. Azt szeretném megkérdezni, hogyha amikor majd a földet újra formálják, ugye most mondod, hogy a mostani státusza a földnek ez az egyik pokol. Amikor új föld lesz, akkor is marad ez a státusza? Marad, de még sokkal jobb ugye lesz. Mert most egy 10-es számú pokol, akkor egy 2-es lesz, vagy 1-es. Tehát sokkal jobb. Még utána kétszer van ilyen szerepe, utána megszűnik ez a szerepe. Tehát három katasztrófa van előttünk, és utána már a Földön is mennyország lesz, vagy négy állapot. Mert én is azt olvastam, hogy a Földnek is van egy ilyen fejlődési folyamat, hogy már elérte azt a legszélső pontot, amikor a legrosszabb volt, és most már indul visszafele. Most megyünk át a legnagyobb kupon. Igen, most megyünk át. Hát most értük el a legrosszabb állapotot, aztán már javulni fog ez a helyzet, nem lesz ennyire aljas az ember, és akkor javulni fog a helyzet. Tessék, most. Szerinted a Föld az a negyedik dimenzióban mikor tud átmenni? Mondom, harmadik katasztrófa után. Most a katasztrófánál is át fog menni a 4 évbe, pontosabban már a kiürült Földet körülveszik egy buborékkal, és tatarozzák az egészet. Kijavítják, megszüntetik a rádióaktivitást, a vírusokat, minden pusztuló, minden dolgot, ami pusztulást okoz, mérgeket, mindent megszüntetnek, és utána újra berendezik, és szép az új terrárium, és minden rendben, jó lámpa lesz, jó minden lesz. Tehát megcsinálnak egy új valamit. És úgy évekbe számolva? Körülbelül 2000-3000-4000 évenként van egy ilyen forduló. De 6000 évnél nem igen több. Tehát körülbelül ennyi időként van. Korábban mikor volt?
2400 évnél nem igen. Korábban 4800 év az egy gyakori. Tessék? Ataisz volt. Ataisz. Ataisz az a holdütközés előtt még megvolt. Az volt az őshazánk. Az egy nagy sziget volt, egy kontinensnek mondható nagy sziget volt. És hát olyan majdnem Ausztráliányi, tehát elég nagy sziget volt. Annak az északi vége megmaradt a létezésbe, az a Hawaii-szigetek, az a hét sziget, ami ott megmaradt, vulkánok vannak ott, és mivel ott ilyen nagyon magas vulkánok voltak, ezek megkiállnak a vízből. A többi része az elsüllyedt. Az elsüllyedt, és onnan menekültek lefelé, délre, keletre, nyugatra, mindenfelé menekültek, és akkor már itt földönkívüli tanok voltak, már földönkívüliek vezették a taiszt is, tehát legalábbis tanították a taiszt. Tehát az egyik ősanyánk az itt volt akkor, és tanította a földieket írásra, olvasásra, mindenre. Szóval az indiánok ott éltek az északi részén, a hunok azok a déli részén éltek ennek az Ataisz nevezetük, nem Atlantis, Ataisz nevezetük. Ellentétes oldalon. Tessék? Ellentétes oldalon. Igen, az ellentétes oldalon volt, a csendes óceán közepén, így van. És az Atlantis, az meg itt a Atlanti óceánban volt, és az Atlanti óceánban hát úgy körülbelül a Kanári-szigetek még ennek a maradványa. Az Atlantisnak maradványa. A zöldfoki szigeteknél csapódott neki a földnek a hold, így súrolva, kacsázott kettőt, azt termelt. Tehát nem telibe talált fel, hanem csak úgy súrolta, de ugye elég rendesen belecsapott az óceánba, és tele van hold közettel az Atlanti óceán feneke egy ilyen nagy karéba, ahogy leszorodott a holdról, és annak a többi része ott van Afrikában, a földön meg lehet találni a hold között. És könnyebb, és fönt van a homokon. Fönt van a homok tetejében. Szóval, nem süllyed el. És fönt van a homok tetejében. Egy csomó ilyen van ott Afrikában, csak nem tudják, hogy az volt között, hogy harcolnának őket. Ahogy neki ment a hold a afrikai kontinensnek, akkor bebillentette, meglökte az egész kontinens, meglökte kajakra, elkezdett észak felé menni, de kirepett a Gibraltárnál, ilyen csavaró elő fejtett ki rá, és kirepett Gibraltárnál az Atlanti óceán, az el volt szeparálva a földközi tengertől, igazából a földközi tenger az négy nagy sóstó volt. Négy nagy sóstó. És a négy nagy sóstóban lehet látni a négy nagy sóstót, mert ott a mélyen. És belefúrtak a földközi tengernek a padozatába, és nem túl sok olajat találtak, viszont kilométer vastag só réteget találtak. Persze, mert ez egy sóstó volt, ahol évezredeken át rakodott le a só. És nagyon sós volt, ilyen fehér, ilyen, hát hogy mondjam neked, elég élhetetlen lakhatatlan, azért egy ilyen fehér sómezőben menni azért napsütésben, mondjuk már Szicília magasságában már azért húzós, tudod, már meleg van. Az már nagyon meleg van, most már sütős, úgy is lehet mondani. És amikor kirepett a Gibraltár, akkor bezúdult ide az Atlanti óceán, és akkor repett föl a Márvány-tengernél a Boszporusz meg a Dardanellák, a Boszporusz még jön, és voltam a Boszporusz hídon is, voltam a Boszporusznál is, meg hajóztam is, meg mindenféléket csináltam ott, át is gyalogoltam a hídon, de a lényeg, még taxival is átmentem az Európa-Ázsia hídon, és az a lényeg, hogy ott a főrepet és bezúdult a Fekete-tengeri medencébe, ami szintén egy ilyen sóstószerű szutyolék volt, elég szutyolék volt, szóval nem valami szép tenger volt, hanem ilyen szutyolék volt. Ilyen mindenféle mérgező sók voltak benne, meg minden, szóval nem nagyon lakható környéke volt. A partján voltak házak, de nem túl sok. Egy amerikai megtalált ilyen házat, a fenekén lent a francba, mélyen, meg egy házat, egybe. Megmaradt egybe, mert ez a szutyolék, amiben úszott ott, az egy ilyen konzerváló anyag.
volt, és nem mondott szét ez a fa dácsia, dácsa, nem mondott szét, ez egy fa házikó, nem mondott szét, ezt megtalált egy amerikai régész, ilyen tengeri, de ő valamilyen rögeszméje volt, és akkor ennek a szütyödéknek a határát tudni lehetett, hogy hol van, és akkor ott ment egy ilyen geofonnal, és kereste azért, hogy ilyen radarral, hogy hol van, mi van ott valamit találni, és akkor talált ezt a házat, hol leengedtek ilyen kamerát, minden egy ház. És akkor ott egyben volt a ház. Csak ott már életetlenül nem rendes víz van, hanem ilyen mérgező víz van. A Fekete-tengernek a raján egy nagyon durva mérgező, nagy mennyiségű mérgező löcs van. Tehát nem lehet elenekülni. A partján, ugye a tetején van egy vékony rétegben rendes víz, és akkor a Duna hordod egy kis rendes vizet, és akkor csak ott azért töröttünk a Fekete-tengerbe, ott voltunk a Nászúton, hát alig kaptunk szobát, mert a gyerzsúrmája nem akart szobát adni nekünk, mert nem vihettük ki a házassági anyakönyvi kivonatunkat, viszont a repülőjegyünk úgy szólt, hogy személyünk volt, meg minden útlevelünk volt, csak nem vihettük ki, mert azt mondták, hogy nem vihettük ki a személyünket, amiben bejegyeztek, vagy mit tudom, valami ilyesmi volt, nem vihettük ki az anyakönyvi kivonatot, a házassági anyakönyvi kivonatot, de aztán meggyőztem a megfelelő gyenge orosz tudásommal, meggyőztem az öreg lányt, hogy igazából miről van szó, hát mutogattam neki a gyűrűmet, mindent, valahogy sikerült megképni ott az ám, hogy kaptunk egy szobát. Hát fostunk utána rendesen, mert a bulgárok azok nagyon furcsán gondolják a sterilitást is, meg a hátra a higiéniát, furcsán gondolják, aranypofák nagyon. Szóval, mit tudom én, de ugyanazt láttam ki ebben, az első osztályos szuper szállodában. Azt láttam, hogy hozzák be ilyen faládában, mint nálunk a vésnit, és akkor így lenyomja a földre a pali, azt viszi alá. Na, ez érdekes. Tehát ott a taktos kutyaszaros lábaddal mászkálta, oda borítja a karát. Tehát azért mondom, hogy ja, fityula van, tehát ilyen nagyon ilyen csík, tudod, ilyen nagyon tipegnek, de közben fogalma nincs. Elmagyarázták nekem, egy étteremben voltam, és azt nem lehet benne babozni, akinek ilyen bádogmelületnek lehet, tudod, ilyen, volt meg ilyen 60-70 ilyen kitüntetése, azoknak lehet, az a bádogmelőnek hívtam, és akkor ja, az rányújtott 3 szivarra egyszer, ez az minden, mert az katonai hős, és az rányújtott, de téged kizavarnak az étteremben, hogy nem kell a vécében babozni. És akkor elmagyarázták nekem, hogy mi a kultúra. Hát mondom, na tudod, nem ez a kultúra. Elmagyaráztam nekik, hogy nem ez a kultúra. Nagyon jó volt, mert én a Záporozsnek a igazgatójának a titkánnél tudtam akkor vacsorázni, és ilyen kiepikot letetettünk, az egy ilyen fasírt, amiben vajat adtak belül, és akkor az egy ilyen kis hosszúkás hengerecske, le van zárva a két vége, és azt úgy megsütik. És akkor én elkezdtem egy fölszeretet, de milyen karikák lesznek belőle, mert a vaj az kifolyik. És akkor ráhoztam az ujjamra, mert ott egy ilyen izé volt, ilyen lakodalom volt. És ha még azt mondja, hogy meg akartam szökni, alig bírtam emelkülni, mert az ujjamra már részeg volt. És így fölhoztam az ujjamra ezt az izét, és akkor elkezdtem így mulatni az ujjamon, akkor ott lettem velük. És így valami orosz volt átéleteltem velük, és ezek annyira meghatottak, hogy ők is rendelt, mindenki rendelt ki elég kotletet, és mindenki felhúzta az ujjára, hogy az egész lakodalom akkor jöttem az ujját táncolt, én vittem őket el a csőbe, nagyon jó volt. De végül le kellett lépni, mert a mennyasszony támadott, ki nem is kicsi, és hát féltem, hogy az egész lakodalom nép a hátamban benne hagy egy kés, úgyhogy jobb volt onnan távozni. Mert a mennyasszony csak velem akart táncolni, meg csak ott borult a nyakamba, meg már mondom, szarva volt. De már részeg volt rendesen, és hát nem akartam én ott eltörni, vagy elmondani az ő házasságokat, így mondhatjuk. De egyébként kicsit is nő volt, csak részeg volt szerint. És hát ugye ez a titkárnő, ez meg nem tudta, hogy mit csináljon, kinyom, hát jól van. De ugye aztán nagyon aranyos volt. De a kikísért a tolmácsot az ajtóba este, a tolmács, ugye magyar-orosz tolmács volt velünk, és nem mondom, nem kell tolmács. És akkor, de ő ottan helyezkedett nagyon, mert el akarta azt a csajt vinni,
és akkor kikísérte a jól azt mondja, na, davajtja, menj, és kiment az ajtóba, kiengedte előre a srácot, becsukta mögött, ráfordítottak, hogy csak ezt megütött a buta, hogy őt kidobták, a nő kidobta volna, és megütött a buta. Éjjel 3-kor hívott föl telefonon, hogy na, mi van, mi történt, mondom, semmi, kérdezd meg tőle. Na most, hát ettől kezdve meg volt örülve, aztán elmentem vele Moszkvába. Mondottam, megmentem a kommunizmus sikerült. Hazajöttem, megmondtam a feleségemnek, hogy befogják az oroszok tiltani a kommunista pártot. És betiltották. Aznap, amikor kiléptem Moszkvából a vonattal, akkor halt meg a Brezsnyev. De én ezt már előző nap megmondtam, hogy ez már nem él 3 napig. És nem ért. Nagyon jó volt. Már nagyon a végét járta az öreg úr, és hát már nem élt 3 napig. Ez is érdekes volt, ott Moszkvában meg szépen lebontottam a kommunizmus, azt jó végeztem a dolgát, hazajöttem. Ezek is olyan dolgok, hogy hihetetlen, hát ez ilyen nincs. Brüsszelbe is el kéne menni. Brüsszelbe is el kéne menni, igen. De kiért Pekingbe nem tudtam elmenni, mert nagyon beteg voltam, de a vonatról, mert a gyorsan mozgó vonatról egész jól lehet varázsolni, és akkor Pekingbe el is indult a Tiananmen tér, de rosszul végzett. Mert messzire volt, nem volt elég jó a történet, de azért elindult a forradalom a kínaiaknak is. De igazából nem a kommunizmust akartam én megdönteni, hanem azt a fajta kommunizmust, amivé alakult, mert hát ez a probléma. Nem az Európai Uniót kell megdönteni, hanem azt a fajta Európai Uniót, amit most ránk akarnak volni. Bocsánat. Szóval most még csak elfogadható, de aztán már kötelezővé teszik. Aztán már nem is teheted ki be a lábadat, csak ekkor, meg így, meg úgy. Nagyon veszélyes egy sport. Na tehát, van-e kérdésetek még? Parancsolj! Azt szeretném megkérdezni, hogy a holdütődés előtt volt még az Odysseusnak az eposza, mert ugye régészek, meg történészek próbálják elhelyezni, hogy az ő utazásainak az élményei merre voltak, és hogyha össze-vissza repett az Afrika, meg ugye Európa, és rengeteg víz beömlött a földközi tengerbe, ezt lehet látni, hogy városok hány méter mélyre vannak, régi-örök városok. Tróját is, ugye a Schliemann majd találta meg, vagy 7 rétegben megtalálta Tróját. 12 éves korában azt mondta az édesanyjának a Schliemann, ő fogja felfedezni Tróját. Nem tudom érteni. 12 éves gyerek, azt mondta az anyjának, egy kis tapos, ő fogja Tróját felfedezni. És felfedezte. Elment oda, ahol, amit leírtak a görögök, elment oda, leverte az ásóját, ott volt Trója. Ez időutazás, vagy mi ez? Mi? Időutazás. Tehát, hogy ő visszajött a jövőből, vagy? Bizonyára. Időutazás. Bizonyára. Igen. Visszaküldték, hogy fedezte a Tróját nekik. Mert ezek így béláznak már mióta. Hát ugyanilyen a Vörös Győző. Ismerem személyesen, is találkoztam már a Győzővel, 2-3-szor. De Vörös Győző, aki meg a Trójánál felfedezte azt a igazából magyar templomot. Trójánál. De Trójánál, Tébánál. Téba, mert az volt a könyvének a címe, templom Téba kormáján. És ott a nagy templomokkal ellentétes oldalon a helyen, ott nem volt semmi. És akkor ő mondta, hogy de ott kell lenni, mert kiszámolta, hogy ott valaki kiszámolta, hogy valaminek ott lennie kell, valamilyen geometria szerint. És ott volt a templom, egy kápolna, megvan az a kápolna, és most már először összefújkálták az arabok, aztán most már kirestaurálták, és őrség van, úgyhogy most már nem fújkálták össze, mert a turista látványos. Nagyon jó. Egyébként ugyanaz a Jézus ő rajta, ugyanolyan trónon, mint nálunk a Szent Koronánkon. Tehát témában felfedezett a mennyezeten egy ilyen freskót, ahol ugyanúgy ül a Jézus egy ugyanolyan trónon, és ilyen mandorlában ül, aminek hiányzik egy-két eleme, de könnyen ki lesz számolni, hogy 64 darab fehér gyöngy volt rajta körül. Figyelsz? Ugyanaz a logika, ugye? Fú, csak itt nem almandint raktak körbe, 64-et, hanem gyöngyöt.
tehát festve, van oda van festve egy ilyen gyöngyök. Egész fantasztikus. Tehát ezt a Vörösgyőző fedezte föl, Magyarországon szétszikiszték. Ez egy olyan tehetséges fiatalember volt, harmadikos korában járt egyetemre, gimnazista korában. Az anyja nem hitt el, hogy egyetemre jár, azt hittem szélamoskodik, ameddig onnan tette elő az indexét. Mert a professzor ott bemert, hogy ő nagyon szeretne egyiptológus lenni. Csak hogy nem, nagyon ritkán indult, hogy három évenként, mitől két évenként indult egyiptológiai szak, mert kevés volt a jelentkező egyiptológusnak, és akkor ő nagyon szeretne egyiptológus lenni, és akkor a professzor kivallotta, kikérdezte, látta, hogy a kölyök annyit tud egyiptológiából, hogy jaj. Tehát az összes hallgatói hárman együtt véve se tudtak annyit. És akkor mondta ne, hogy neki, hogy gyere, mert nem lesz a jövőre ilyen, nem lesz ilyen szak, vagy amikor te elvégzed a leérettségére, nem lesz ilyen szaképpen, de most gyere, harmadikos gimnazista korában, gyere be az előadásokra, délután, mit tudom én, és akkor bő vagy kéne. És akkor elkezdte elvégezni az egyiptológiát, el is végezte. És utána megírta ezt a könyvet, a Népszabadságban egy ekkora oldalas taszepót tette közé, hogy egy... Az előbb jó, ez jobban látszott, igen. Egy kicsit látszik, igen, ez kicsit látszik. Ez jó lesz. Igen, valamennyire látszik. Igen, tehát egy trónuson ül, ugyanolyan fotelszerű, trónuson ül, mint a mi koronánkon van az a kép. Tehát ez attól kezdve nagyon érdekes, hogy ez Egyiptomban van. És az egyiptomi kultúrához nekünk nagyon sok közük van, Jézusnak is, meg mindenkinek. És ez Egyiptomban van. Akkor már túlgyedetlenül. Na, hát édeseim, mi lesz? Mondja, hirdetésed van? Nem, mondom, innen terednek a pálosok. Így a boldog Özsi. Igen. Innen erednek. Dalai Lámánál akartam tervolni, hogy a pálosokhoz nekünk több közül, amit a Dalai Lámához úgy értettem, hogy itt Jézus elvált. Tehát ők is egy titokban még most is, tehát egy nagy tudásuk, ugyanúgy nagy tudásuk, mint a Dalai Lámának a szerzetes papárosok is. Csak ugye titokban kellett, de nem tudhatják el. Igen, mert kinyírták a tudókat. Nagyon is most is kinyírják, nehogy eszik. Talán most Lengyelországból. Hát most kiesik a szállodából, hogy meghívják egy gyönyörű vitorlás, kirándulásra, gyönyörű vitorlásra, aztán bedobják a cápa eledelnek. Szóval, hirdel. Kicsit behetették a cápákat, mikor rajba jönnek a cápák, az éjes cápák, akkor utána dobják a meghívott vendéget, senki nem fogja tudni, hogy hová tudt el, csak mondják, hogy beleugrott, fölügyeni akart, tehát nem hittünk a szegénynek. Szóval ilyen lesz. Tehát hirdel nekem, hogy a gengszterek vezetik a világot. És ez nagyon nem jó, hogy így van, de még hosszú ideig így lesz, még legalább 10 évig. Aztán lesz egy, talán egy jobb forduló is. De Magyarországon még lesz egy nagyon érdekes forduló, majd meglátjátok. Én nem tudom. Én azt láttam, hogy háromnapos ünnep volt, amikor megtámadták az arabok meg a törökök együtt Magyarországon. Nem kivadottam Magyarországot, hanem Európát. Én ezt láttam a jövőben. És nem történt meg, nem támadták, de háromnapos ünnep volt. Szóval olyan ünnep volt, mint a karácsony, vagy augusztus 20-ra szokott lenni, három nap össze van vonva, hogy hosszabb ideig lehessenek az emberek kicsit szabadon, és akkor támadták meg, akkor az összes katona részegen, fetereng otthon a felesége lába között, vagy mit tudom, szóval az munkaképtelen, harcképtelen egy ország ilyenkor, és ezt akarják majd kihasználni. Idén péntekben esik augusztus 20-án. De nem 13-a legalább. Nem a Orbánában. Lehet, hogy Orbán tud valamit, mert most... Az Orbán biztosan tud. Lehet, elkezdte Magyarországot felfegyverezni, ami Orbán egy normális gondolat egyébként, amilyen tudok részre venni. Úgy van. És ez a feltétel nem kerül fel a augusztus 20-áig. Mert akkor azt mondják, hogy én csináltam. Na, de a lényeg az, hogy ilyen háromnapos ünnepet láttam, hogy eljutnak Szolnokig.
majdnem szólnak, így eljutnak. A négyes úton jönnek fölfelé, Bulgária, Románia felől, meg Szerbia felül is jönnek föl, és tankokkal. De olyan hazudtok, hogy innen Törökországig él. Azért helikopterek jönnek fölötte, és földön kívülják fogják abszolút egy pillanat alatt lecsapva tenni az egészet. Elpárolognak. Nem, lefolynak az utók. De nem elpárolognak, mert hidegen folynak le. Tehát hidegen, nem lesz forró, mert ízzik, hanem hidegen elfolynak a tankok az úton, mint a palacsik. Körbefolja a fát, és azt láttam, hogy lángvágóval vágják le, és láttam egy ilyen szerencsétlen szerelmi őst, aki ment megmenteni a babáját Szolnokra, és egy valamban szerzett egy nagy bocska régi kravatot, és azzal megy, és beállt a hadoszlop közé, és figyelj, szarrá lőtték a hadoszlopot egy másodperc alatt, és neki semmi olyan nem volt, és utána ilyen izéken, bucskákon próbált átjutni, tudod, ilyen tank, elolvadt tankokon átjutni meg. Nagyon durva. Mert az útnak inkább a közepén mentek ezek, mint a jobb oldalán, tudod, mint ahogy az oroszok is ezt csinálták, meg az amerikai, az iPhone is azt csinálták, hogy mentek az út közepén. De nem húzottál le, akkor belöktek az árokba. Az oroszok is ezt csinálták, átment rajta a tankkal, nem szeretném. Oroszok is ezt csinálták, de a megszállók általában ezt szokták csinálni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jó étvágyat kívánok mindenkinek!